Jákob már az első András idejéből az ásatások alapján ebbe a kicsi templomba találtak pénzt. Tehát akkor öregebb ez a templom jóval, mint a nagy templom. A követ nagyon messziről hozták, mert itt nincsen kő, legfeljebb finom agyag, itt agyagművesség folyt Jákon, és ők nem voltak olyan gazdagok, mint a főurak, ezt téglából készítették. Csak a fontosabb részeket ott fönt látjuk, azokat a szép középkori ikerablakokat, meg a bejáratot azt építették kőből. Ez a kicsi templom tehát a vértanú Jakab tiszteletére lett szentelve. A jáki nagymártonék a nevüket, hogy jáki nemzetségből való, ez innét veszi erről a szentélytől. Mert a világhírű Santiago Compostela és Jeruzsálem mindenütt össze volt bizonyos módon kötve. A régi Jakab utakon ment ez az úgynevezett Il Camino. És ezt a templomot használták a világi papok. Azért keresztelésre, aztán temetés, esküvő és a szentmise hétköznap, viszont be tudtak oda menni a nagy ünnepekkel az úgynevezett konventmisére a bencésekhez. A bencések ezrével jöttek a barbárok megtérítésére, mert összetörték a római impérium kereszténységét a barbárok. Nagyobb rész, csak a városokban maradtak meg, mint komoly szigetekben. És elindult a skót, és utána a brit térítés a bencésekkel. Legalább 40 templomot építettek. Ezek közé tartozik a lerombolt esztergomi Szent Adalbert templom. Ugye Szent István az ő tiszteletére építette. Ezek közé tartozik nyilván a zsámbéki, a lébényi, a türjei, a Bélapátfalva, a Gyulafehérvár, Ócsai, a székesfehérvári királyi templom is. Ez egy szép európai templom. 42 évig, 1214-től 56-ig valóban a virágzó középkorban épül, és annak idején a magyarok már a nagy európai, mondhatnánk, népközösségnek derék tagjai voltak, és látszik az, hogy milyen műves munka volt. Európai Unió úgymond akkor nem annyira pénzügyi, gazdasági unió volt, hanem szellemtörténeti, vagy úgymond népközösség volt. A magyar diák mehetett Bolognába, akár Oxfordig elmehetett, a ferencesek által alapított egyetemre, vagy Párizsba, domonkosokot. És ugyanígy a bencések is az egész nyugati vidékről, a világból érkeztek, mert itt kolostor is volt, és minden bizonnyal közrejártak ők is azon, hogy itt a normann hatás, a germán, az itáliai és a magyar hatás. Először megkészítik a gyönyörű oszlopokat, és ez borzasztó sok pénz és munka, és akkor a Jáki Nagymárton biztos rendelkezett, úgy, ahogy szinte minden komolyabb nagy templomoknál van szűkítés. Megtaláltuk az ásatások idején, hogy legalább 2 méterrel szélesebb templom bejárat is indult. Például ez se illik, ez a, meg a túlsó oldalon lévő oroszlánok se illenek egy ilyen kis ablakhoz. De ez a 2 méter annyit jelent, hogy anyagilag is a második periódusba kellett spórolni. Még szerencsé, hogy a sok szerzetes is dolgozott ingyen és bérmentve egész életüket felajánlani egy-egy templom faragásához. A barokk korban Folnai Ferenc, Jáki apát, és erdélyi püspök restauráltatta. És akkor a kolostor innen megszűnt, és a világi papok vették át a templomnak a szolgálatát, mert a bencések elmentek. És akkor a barokk korban sajnos sok helyen beleavatkoztak a templomba. Úgy gondolták, több fényt adjunk a templomnak, főapszisnál is 2 barokk ablakkal belerondítottak az ősi templomnak a testébe, amit aztán jó 100 évvel ezelőtt a híres Sulek Frigyes, aki a halászbástyának az építője, ő 8 éven keresztül igyekezett leszedni azokat a barokk beépítéseket, amelyek nem illettek ehhez a templomhoz.
minden templom kelet felé volt irányozva, mert a felkelő nap a Jézus a világ világossága. A pogányoknál pedig hát a napot tisztelték. Például, ha megnézitek, végig van a templomon a gömb imitációk. Az a tökéletességről beszél. A föld is, gondoljuk, a nap is, a kör is, az is a tökéletességről, az Istenről beszél. Ez a pogány népeknek a motívuma is volt. Tehát az egész középkori templom, kedvesheim, ez egy képes biblia is volt, ez egy katekizmus is volt. Tessék csak megnézni a bejáratot, ahogyan mondja Jézus, szűk út vezet az üdvösségre. Egy fegyelmezett élettel tudunk valamit elérni mindenfajta dologba. És mikor kifelé jövünk, azt mondja a Szentírás, széles a romlás országútja, és sokan mennek azon. És ott van a veszély is, ott van a sártán jelképe, az ordító oroszlán, mert Péter levelében írja, testvérek, vigyázzatok, mert a sátán miként ordító oroszlán keresvény kit nyeljen el. Ezért legyetek erősek a hitben. Ott van, tehát jobb oldal. A Jézus, a Júda oroszlány, ezt is tanultátok, nem? A Jelenések könyvében ott van győzett Júda oroszlánya, és az úgy van ábrázolva, hogy egy sárkány van ott, és már nem tud ártani vele, mert a kereszten legyőzte a halált. És önmagába harap a gonosz. A névvándorlás népei, akiket úgy hívtak, hogy Barbarus, ugye, mert szakálla volt, az nem annyit jelent, hogy azért műveletlenek voltak, ők is hoztak egy nagy kultúrát, és keresték a jó Istent, mert hát nem fér bele az ember világába, hogy meg kell magyarázni. És voltak annyira alázatosak, hát nem tudták, hogy a napot például istenítették. Hát tudjuk, mindmáig abból élünk. És a nagy állatokat is tisztelték, nagy fákat, például a germánoknál a tölgyfát. Hiszen Bonifáciuszt 50 társával azért ölték meg, mert ő is bencés volt, mert kivágta a Donár tölgyet. És itt van például egy nagy állat, ez egy oroszlán. És az állat szájából jön ki ez a gazdag élet, mondhatnám olyan szőlőtő imitáció. A legmagasabbon az ember van a látható világban, az Ádám. És ez egy nagy kihívás, hogy az ember kapott szabadságot, hogy saját maga is munkálhatja az életét, nem ösztönösen. Visszaélt a szabadságra, és ide kikerült. Ebből a cikcakból egy sárkányfarok jön ki, és igazából, amikor én idejöttem 22 évvel ezelőtt, itt még látszott rendesen a kezecskéje az Ádámnak, a feje már nem volt meg, mert itt lovagolnak a pesti csirkefogók, ugye, meg a jáki csirkefogók, és összetörték a fejét szegénynek, pedig ez várja itt a megváltást. A paradicsomból ki lett üzve, ugye? És itt van Krisztus, aki egyedül a mi üdvözítőnk. Nézzétek meg, itt van például egy ember az élet terhét hogyan viseli szinte a vállán roskadozva, de azért tűri, itt van mi az élet, ugye itt még gyümölcs is van. Az a növények az Isten teremtése, és mi az emberi mű? Ugye ezek a gyönyörű normand betétek, nagyon szépek. Itt van ez a olyan sivatagnak látszó, bár nincs élet különösebben, de mégis van egy oázis. Olyan szép, hogy itt-ott megjelenik az élet lehetősége a túlsó oldalon is. Tehát ezek nem csak játékos motivumok, valamit tanítani akart, és ez a szép, és ezt le kell olvasni. Jézus, akit a kősírból emelkedik ki, mint egy magból, mandorlának is mondják, mert Krisztus az út, igazság és az élet, a föltámadt Krisztus. Hát ez egy, azért mondtam, hogy ez egy kőbe vésett katekizmus és tanítás. A 12 apostol az oszlopokba is megjelenik, és ezt nagyon szerették a középkori templomba bemutatni, úgy is, hogy rajzolták őket, úgy is, hogy oszlopok, 12 oszlopra van építve a mennyei Jeruzsálem is, ugye? Ezt is olvassuk, és ott is látjuk, hogy lejönnek az ívek, és 12 oszlop jelenik meg. És az oszlopfők mindegy egy kicsit más, bent is és kívül is, vagy 140 különfajta oszlopfők vannak, látszik, hogy nem sablonra készült. A felső rész
részén ott vannak a mesállatok, a griffmadarak. A griffmadár nincs ilyen, nem létezik. A szárnyával az eget, a lábával oroszlános lába van, az meg a földet éri. Mert miről van szó? Hogy Jézus nem csak ember, hanem Isten. Nem csak Isten, hanem ember is. Ezt kellett hangsúlyozni, mert ez végig vonul az egyház történelemen. Innen indultak be a szerzetesek, és nézzétek meg, ott van a gyönyörű motívum, Deus est caritas, Isten a szeretet, és Krisztus tudta ezt megmutatni nekünk a legcsodálatosabban, az Isten báránya, és a Szent Háromság világa. Az igazi szeretetet onnan kell tanulnunk, mert van egy betyár, egy hamis szeretet, az önzés, amikor csak magadat keresed, az a sárkányok világa. A bűnnek a lianderes volt, a mafiózó volt, azok a farkak. Nézd meg, milyen erős, milyen szövevényes, mind a pokol lángjai mennek föl. Nem Isten készítette a poklot, hanem az ember a sátániakkal. A kórus mellvégyén, ugye egy fiatal fiú két sárkány között küszködik, és néz arra, mert a Szent György van a képen, aki már legyőzte a sárkányt, a rosszat. Igen, és minden fiúnak, lánynak le kell győzni, meg a tisztendőnek is a benne följövő sárkány fejeket. Ezért mondja Arany János, ártatlan szívet tavaszkertjében a vallást ezért öntözgetém, kiskacsóim, összetéve szépen, imádkozzál édes gyermeke. Most már szabad ezt is tanulni a gimnáziumokban. Tanuljátok, gyerekek! Már az 1200-as évekről volt itt a város területén egy Rába híd, és ez a híd egy olyan fontosságú stratégiai pont volt, ahol a Burgenlandból a Habsburgok járhattak át erre, és ez az út vezetett természetesen lefele Olaszország felé is, és Európa mélyébe. Rögtön a reformáció után, tehát az 1530-as években már volt református és evangélikus gyülekezet, ameddig szét nem váltak, és így Körmend, tehát esperesi székhely volt majdnem 500 évvel keresztül, még a 20. században is. Volt itt egy régebbi templom, amit lebontottak, tehát ez nem a régi helyén van, hanem ez egy új hely, mert adományként kapták, és 1888-ban egy bécsi építész tervező tervezte, és egy olasz mester vezetése alatt vitelezték ki. Érdekessége még annak, hogy természetesen kitettek a körmendiek, hogy ha már megvan a két templom, és van mihez mérni, akkor legyen az evangélikus templom nagyobb is és szebb is a másik kettőnél, mert bizonyára nem fogják lebontani, hogy túlszárnyalják ezt, és mai napig is ez így van.
a katolikusság a bérért dolgozó parasztok voltak, a reformátusok azok, akik egy kis földdel rendelkeztek, tehát akik már szabad parasztok voltak, és az evangélikusság a polgárság és a tanult réteg képviselője volt, legalábbis itt ebben a városban, akik iskolát végeztek, vagy szakmákban dolgoztak, azok többnyire evangélikusok voltak. Természetesen, hogy 912-ig itt is volt német nyelvű istentisztelet, de annyira elmagyarosodott a gyülekezet, hogy 12-től már csak magyar istentisztelet volt ebben a gyülekezetben. Gotthárdi anyagyülekezethez tartozik az őrségnek tulajdonképpen az egyik nagy része, a másik nagy része pedig majd Őri Magyaróshoz, ahová fogtok menni. Így vagyunk úgy körülbelül 300-350-en. Amikor elkezdődött itt a templomnak az építése, akkor közel sem voltak még ennyien sem, de egy nagyon aktív, pezsgő, reménységgel teli gyülekezet élt itt Szentgotthárdon. Eredetileg az 1900-as években, illetve azelőtt az itt élő emberek a mai Ausztriában lévő Eltendorf gyülekezetéhez tartoztak, akkor ókörtvélyesnek hívták. Évente párszor átjött a lelkész, de tényleg nagyon nagy örömmel, lelkesedéssel, hittel fogadták őt, és az évek során aztán megfogalmazódott bennük a vágy, hogy szeretnének önállósulni, és 1909-ben érkezik meg ide az első evangélikus lelkész, önálló lelkész, Cipot Géza személyében. De 1908-ban egy nagyon nagy összegű adománynak köszönhetően 10 000 koronát kapott a gyülekezet özvegy Lipováci Desics Julánétól, és ebből vásárolták meg ezt a területet, és akkor határozták el, hogy szeretnének itt majd egy templomot építeni, és 1909-ben kezdődik az építkezés, és 1912-ben készül el ez a templom. Hogyha körülnéztetek odakint, láthattátok, hogy a toronyból hiányzik valami. Föl van festve? Igen, de nincs torony óra. Megvolt az elhatározás, gyűjtögették is az összeget, de sajnos az első világháború aztán elvitte a toronyórát. És nem csak a toronyórát aztán, hanem sajnos a két harangunkat a háborúba ugye elvitték. Aztán idővel természetesen az pótolva lett, tehát két harangunk hívogatja ma is az embereket az istentiszteletre. Ugye nem túl öreg a gyülekezetünk, de akkor is mindössze 4 lelkésze volt eddig a gyülekezetnek. Cipót Géza az első lelkész 20 évig volt itt. Utána Nyírő Scherer József volt a gyülekezet lelkész, aki több mint 40 évig munkálkodott itt. Ő utána pedig Molnár Jenő. Nem volt semmiféle közlekedés eszköz, mert rossz női biciklit örökültem, hát azt meg nem igen tudtam használni, a nagy lábam miatt elérte a kormányt mindig, úgyhogy igen kivételes esetben ültem csak rá, inkább gyalog közlekedtem. És volt egy nemzetközi busz, akkor egyetlen egy is rettenetes rossz húszak, ez lentig közlekedett, Gyűjtkörment felül, hát avval tudtam kimenni hétköznaponként, ha látogattam, különben pedig gyalog. Hát volt az egy gondom, hogy egy kicsit a talpaim azok érezték azért, mert előfordult már később, hogy azért, mikor hazaértem, akkor a feleségem már elkészített azt a kis langyos vizet, hogy azért a talpi tyúkszemek egy kicsit enyhüljenek, mert bizony voltam vasárnap, hogy 20-25 kilométert gyalogoltam egyik kerül másikra. De be kellett osztanom a vasárnapokat, Őri Szentpéteren voltam délelőtt, ott volt 10 órakor istentiszteletem, a gyerekistentiszteletet pedig előtte végeztem 9 órakor. Őri Szent Péter után Szalafön volt még imaházunk,
A többi helyen református templomban vagy háznál tartottam az Isten tiszteletet. Télen legszívesebben háznál tartottam, mert ugye oda jobban összejöttek az idősebbek. Templomok messze voltak, Bajánsenyén is a központban. Ugye 3 kilométerű például a Kotormányból már nem tudtak legyalogolni. Kiválasztottunk egy olyan helyet, ami nagyjából az evangélikusoknak közel volt, de rendszerint váltogattam azért. Nem egy helyen tartottam, hanem mindig változtattam. 5. vasárnap volt a legnehezebb, mert Szentgyörgyön kezdtem az Isten tiszteletet, mentem akkor Velemér, Gödörháza, Magyar Szombatha, Kelsza, és onnan meg aztán gyalog akkor haza. Elsős havas időben ez hogy ment? Akkor is úgy ment. Szegény apámnak a csizmáiba. A szolgálatot nehezítette az a körülmény, hogy itt el volt zárva ez a rész az ország többi részétől. Sőt, amikor szolgálatra mentünk, akkor be kellett tenni Szombathelyre írást kérni, hogy végezhessük a szolgálatot. 2 hetente, havonta be kellett menni azért a papírért, sőt, nem biztak bennem volt, amikor 2 katona kísért egyik községből a másik községbe. Ugye elég szigorú laktanyaparancsnokok voltak akkor, nemigen lelkesedtek a papokért. Voltak furcsa temetéseim, volt úgy, hogy a temetőbe ment a határ. Előfordult ez például ugye a Kotormányi részen, de Bajánsenyő tartozik, 4 község a Bajánsenye. Én nekem ott volt a legtöbb evangélikusom, meg most is ott van még, mert ugye Őri Hodos nagyon közel van, és ezek ugye onnan lettek leválasztva. Ott még sok, előfordult, hogy a rokonság egy része, hogy Őri Hodosban volt, és temetés volt, és tényleg szépen középen volt a magas les. Egyik felén álltunk ugye mi, a temető másik, mi a rokonság kijött, mert a üzenet azért átment, átkiabáltak, akármilyen szigorúd is, ha bár veszélyes volt, mert át is lődöztek abba az időbe. Középen volt a magas les, mondom, határ választott el, mi itt énekeltünk, ott ugye hallották az éneket, de ott egy bizonyos idővel később. Ők nem jöhettek át? Nem, szó se lehet róla, nem jöhettek át. Nem. A második világháborúig a Hodosi gyülekezetnek volt 100 hektár földje. 91-ben visszaadtak 60 hektárt, most még a többi folyamatban van, ettől a 40 hektártól évente adnak valami kárpótlást az állam fizet utána. Ez a vidék egy része evangélikus, de vannak falvak, ahol csak 1-2 evangélikus van, hogy tiszta katolikus. Vegyes a gyülekezetünk, szlovén és magyar, úgyhogy minden vasárnap szlovénul folyik a istentisztelet. Az utolsó lelkészünk, magyar lelkészünk, Heiner Géza volt, 1950-ben halt meg. Utána jött a Novák lelkész úr, ő beszélt magyarul is, úgyhogy istentisztelet volt szlovénul is, meg magyarul is. Viszont valamikor Magyarországról is, amikor nem volt ez a határ, ide csatolták, itt voltak ők is, ide ebbe a gyülekezetbe tartották, például innen Senye, Kerca, Szomoruc és ezek a tájok mind, és Domonkosa is, aki később saját gyülekezetet alapított. Hát istentisztelet vasárnaponként van, ünnepnapokon főleg a templomba, de különben pedig itt a terembe. 91-ben, amikor Zágrában volt ez a háború, akkor ide jöttek ezek a teológus iskola, itt tanult 1 évig, mert ide befogadtuk őket. Úgyhogy vasárnap itt volt az istentisztelet, ők arra mindig elkészítették a termet, de különben hétközben pedig ők itt tanultak. Itt Szlovéniában mennyire vannak nehéz helyzetben a magyarok? A kezdetben, a kommunizmus elején, igen. Akkor megmondták, hogy ha bementünk a hivatalba, azt mondja, ha szlovén kenyeret eszel, akkor tanulj meg szlovénul, de most már nem. Most már nincs. Szlovén lányok vagy fiúk, hogyha benősülnek, tanulnak, igyekeznek, de azért inkább az öregnek kell megtanulni szlovénul, és törni a szlovén nyelvet, mint hogy az a fiatal nagyon törni magát arra, hogy megtanulja magyarul. És itt a határ mentén milyen együttműködések vannak az anyaországgal, magyar? Nagyon jó. Úgyhogy a polgármesterek nagyon egybejárnak, és ők ide, mi oda, úgyhogy nagyon. Úgyhogy minden ilyen problémánk megvan oldva. Nem érzünk elnyomást.